Izgatottan keltem fel aznap, mert gyönyörű nap volt. Nem sokkal azelőtt született meg a kisbabám, ezért nem voltam valami jó formában. Valami nem stimmelt velem. Valami nem stimmelt velem. Valami nem stimmelt velem. Minden jel nélkül jött. A 29 éves Tiffany Aiken délutáni sétája közben összeesett. A férje, John, nem tudta, mi lehet a baj. Tiffany! 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 Jeffrey Cooper és Ruben Rosenberg mentősök jöttek ki a segélyhívásra. Nagyon rosszul nézett ki. Sápadt volt, verejtékezett is, az ajkai pedig lilák voltak. Nagyon rossznak tűnt az állapota. Tiffany többször is elvesztette eszméletét a mentőben, a kórházig vezető úton. Amikor megérkeztek, leállt a légzése. De ahogy megérkeztünk, kiugrottam az autóból, szaladtam nyitni az ajtót, és hallottam, ahogy Jeff szólongatja, hogy Tiffany, Tiffany, hey! És már emelte az öklét, hogy beindítsa a légzését. Ahogy ezt láttam, beugrottam, hogy ellenőrizzem a pulzusát. Meg akartam győződni arról, hogy vere a szíve. Tiffany újra lélegezni kezdett. A sürgősségi orvosok nagyon gyorsan dolgoztak. Amikor Tiffany férje John megérkezett, elmondták neki, hogy a felesége vérnyomása nagyon alacsony, de nem tudták mitől. Oda mentem, és legalább 15-20 nővér és orvos volt körülötte. És ekkora már lélegeztetőgépre tették. Mind a két karjába és a lábaiba is csöveket vezettek. Hát, nem jól nézett ki. John leült mellé, imádkozott, és nézte az orvosokat, ahogy küzdöttek felesége életéért. Lélegeztetőgépen volt, és az életéért küzdött. Ekkor felgerjedt bennem a remény, hogy rendben, akkor harcolni fogunk. Bármiről legyen is szó, kitartunk a hitben, és harcolni fogunk. Végül az orvos rájött, hogy mi a probléma. Egy vérrög. Gyógyszeres kezeléssel igyekeztek összezúzni a rögöt. Mubasir Muntas szívsebészhez került, aki ultrahangvizsgálatot végzett, hogy pontosabb képet kapjon az állapotáról, és két nagy rögöt talált, amelyek mindkét tüdő működését akadályozták. A lélegeztetővel életben tartották Tiffanyt, azonban a vérnyomása folyamatosan csökkent. Dr. Muntas megállapította, hogy azonnal meg kell műteni, azonban a már alkalmazott gyógyszeres kezelés mindezt nagyon veszélyessé tette. Természetesen rengeteg minden kavargott a fejemben. Akarok-e azzal a bűntudattal élni, hogy nem tettem meg mindent egy fiatal hölgyért, vagy hogy megteszek minden tőlem telhetőt a komoly kockázat ellenére, és megpróbálom megmenteni az életét? Az, hogy a vérnyomása folyamatosan csökkent, meghozta bennem azt a döntést, hogy meg kell próbálnunk a műtétet. Más lehetőségünk nincs. Különben nem éli túl. Az orvos tájékoztatta Johnt, hogy ha a vérrögöket nem távolítják el, Tiffany biztosan meghal. Azonban még a műtét ellenére sem biztos, hogy túléli a beavatkozást. John újra imádkozni kezdett, és nézte, ahogy az orvos csapat betolja feleségét a műtőbe. Talán ez az utolsó lehetőség. Túl kevés az idő. Nincs idő mindent elmondanom, amit szerettem volna. Miközben a műtőben megpróbálták eltávolítani a vérrögöket, John és családja, barátai és a gyülekezet is imádkozott. Ez egyfajta energiapótlás volt, amit mi végeztünk a műtét alatt. Felálltunk és elkezdtünk imádkozni, hatalommal és erővel. Ostromoltuk a menny kapuját. Néhány órával később dr. Muntas kijött a műtőből. Elmondtam Johnnak, hogy az első lépés jól sikerült. Reméljük, a továbbiakban is minden rendben lesz.
Hát nem csodálatos hír. Dehogy nem, hiszen 2 órával ezelőtt azt hittem, ez lesz az utolsó pillanat, hogy láthatom őt. Oké, életben van. Túlélte. És most? Tiffany túl volt a műtéten, de kérdéses volt, hogy érte-e agyi károsodás. Csupán annyit tehettek, hogy várnak és imádkoznak. 3 napos féleszméletlenség után Tiffany végül felébredt. Mindenki számára egyértelmű volt, hogy teljesen rendbe jön. Valódi csoda történt. Ennek vagyok én a bizonyítéka. Itt vagyok és élek. És ez tényleg szuper. Fantasztikus volt megtapasztalni Isten kezét és csodáját azon a helyen. 500 000 emberből egy éli csupán túl a kétoldali tüdőembólus eltávolítást. Tiffany, ez az egy volt. A felépülése aránylag gyors volt. Nagyon jó volt látni a kórteremben a családjával és a gyermekeivel. Nagyszerű érzés. Bámulatos volt látni hazamenni. De nem csak hazamenni, hanem 100%-osan gyógyultan hazamenni. Ez csodás! Nem tudtam, hogy felismerem-e. Látni, ahogy ez a fiatal nő mégis rendbe jött ezután a szörnyűség után, igazán csodálatos. Nem csupán a mi érdemünk. Nagyon sok minden történt, hogy ilyen csodásan túlélte, és ezt sosem fogom elfelejteni, amíg élek. Tényleg hihetetlen történet. Úgy érzem, hogy mindenki, aki körülöttem van, sokkal többet élt át, mint én. A szívük sokkal nyitottabb lett Isten jóságára. Ezek az események megérintették, és meg is változtatták az életüket. Mások a mindennapjaik. Sosem gondoltam volna, hogy ilyen szörnyű dolognak ilyen csodás kimenetele lehet. Teljesen felülhaladja a képzeletemet. El sem hiszem.